Szeretettel köszöntöm kétnapos konferenciánk, workshopunk nézőit, hallgatóit, és külön örömünkre szolgál, hogy az előjelzések alapján rendkívül sokan kapcsolódtak be, regisztráltak, hogy meghallgassák elképzeléseinket. A Családi Vállalkozások Országos Egyesületét több évvel ezelőtt azzal a céllal hoztuk létre, hogy a magyar gazdaság jelentős részét kitevő gazdálkodó egységeket, a családi vállalkozásokat egységbe tömörítsük, és az Egyesület érdek és érdekképviseletet lásson el. Rendkívül sok feladata van, melynek az a célja, hogy megértsük és segítsük a családi vállalkozások működésének problémáját. A koromnál fogva azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni, amely a alapító 25-30 évvel ezelőtt alapítóknak a gondjait elemezem. Azok a generációváltó vállalatok, ahol az utód átveszi a gazdálkodás irányítását, belenőtt magába a vállalkozásban, az tulajdonképpen rendkívül kevés. Én szerencsés helyzetben voltam, mert a fiam és később unokáim átvették cégünk irányítását, és nem volt gond, de sajnos az ilyen jellegű váltások ma már rendkívül kevesen vannak. Azokkal szeretnénk foglalkozni, ahol gond van, ahol nincs utód, vagy van utód, de nem akarja folytatni, több utód van, és családon belüli konfliktusok alakulnak ki, és tulajdonképpen a generációváltásnak az alapkérdése, arra problémája, amiről gondolom a mai nap folyamán többször fog szó esni, az, hogyan tudja az Egyesület segíteni ezen családi vállalkozásoknak a gondjait. Természetesen ott, ahol sima váltás, és ezt a saját példámból is el tudom mondani, ott is vannak gondok, de egészen más jellegű. A család együtt van, az úgymond ünnepi alkalmakkor hétvégén, és az gazdasági élet gondjai beszűrődnek a család magánéletében. Addig nem is lenne baj, ameddig a család minden tagja aktív a vállalkozás működtetésében. De jellemző az, hogy a férjnek vagy a feleségnek más foglalkozása, más irányú elképzelései vannak. Az utód, ha többen vannak, az egyikben dolgozik a cégben, a másik mondjuk művész vagy egyéb elfoglaltsága van. Tehát tulajdonképpen a családi élet befolyásolva van a ott ülő családtagok azon részéről, akik a vállalkozás működteti. Természetesen a gondok mindenkit érintenek, de megoldani nem a családon belül szükséges. Erre azért szeretném fölhívni extra a figyelmet, hogy meg kell próbálni, meg kell kísérelni, különválasztani a gazdasági életet a magánélettől. A kettőnek nem szabad soha egymás rovására menni, mert valamilyen módon sérül a családon belüli kapcsolat. De tulajdonképpen most nem erről szeretnék elsősorban beszélni, hanem arról, hogy ott, ahol nincs meg a megfelelő utódlási lehetőség, és utánam következően remélem többen el fogják mondani, hogy milyen módok vannak arra, hogy a menedzsment vegye át esetleg az irányítást, hogy külső segítséget igénybe véve kinevelni olyan leendő utódot, akár a cégnél, vállalkozásnál dolgozókból, akár előre a főiskolák, egyetemről kikerülő fiataljainak a bevonásával. Ez az egyik problémakör, ebben nem kívánok részletesen belemenni, mert a konferenciánk erről fog szólni. Ami az én személyemet illeti, és a koromat tekintve, szeretnék egy pár szót mondani az úgynevezett homokozó tevékenységről. Kicsit viccesen fogalmazva, amikor megszületik a gyermek, és a szülei elviszik a játszótérre, ott kis várat épít, játszik a többi gyerekkel,
és a homokozó neki egy elfoglaltságot ad, szórakozást ad. A mi esetünkben, akik már átadtuk, vagy át fogjuk adni a vállalkozás irányítását, feltétlenül szükséges, hogy már aktív életünkben próbáljuk meg végig gondolni, hogy mit fogunk csinálni, remény szerint fizikai és szellemi állapotunk tökéletes voltában, azzal a örömteli évekkel, amit a jól megérdemelt nyugdíj jelent. Szeretném elmondani, hogy amikor arra gondoltam, hogy most már be kellene fejeznem az aktív gazdasági életet, elkezdtem gondolkodni, hogy mit is lehetne csinálni. És miután mi egy nagyon komoly családi vállalkozást tudhatunk magunk mögött, értelemszerű és egyértelmű volt, hogy a családi vállalkozásokkal kellene valamit foglalkoznom. A Családi Vállalkozások Egyesületében megtaláltam azt a lehetőséget, hogy a több évtizedes, fölhalmozott tapasztalataimat elmondjam, átadjam, és segítsem azokat, akik az átadás gondolatával foglalkoznak. Ezt viccesen fogalmazva, mi magunk között homokozó tevékenységnek neveztük el, mert úgy, hogy gyerekkorban a igazi homokozóban, időskorban pedig az elfoglaltság, a sikerélmény. Remény szerint egy vállalkozás sikeres. A vállalkozást irányító azzal éli a teljes életét, hogy sikeresen, eredményesen tudja megvalósítani elképzeléseit. Az egyesületen belül az egyik feladatom a kluboknak, a klub délutánoknak, klubprogramoknak a szervezése. Minden hónapban egyszer az egyesületben összejövünk, és igyekszünk olyan programot létrehozni, amely az éppen aktuális gazdasági kérdésekkel, annak a gondjaival foglalkozik, de ugyanakkor szórakoztató jelleggel, úgymond zöld asztal mellett tudunk barátkozni, ahogy mi szoktuk mondani, névjegyet cserélni, és azt is tudjuk, hogy ez a névjegycsere sok esetben az adott vállalkozásoknak olyan jó eredményt hoz, amellyel az ő munkájukat segíteni tudjuk. Természetesen a klub összejövetelek a hangulatot tükrözik, jó hangulatot tükrözik, rengeteg olyan barátság szövődött, amely tulajdonképpen a eltérő feladatok miatt nem nagyon tudtak találkozni egymással, itt egymásra találnak és beszélgetnek.